Oké. Csapózom? Jó. Még elvéve tehetünk az egy olyan Mikulás. Szia! Kérlek, így elsőre mutatkozzál be nekünk, és meséld el nekünk, hogy hogyan lettél színész. Lőrinc András Ernő vagyok. Hát elég kacskaringos út vezetett a színészi pálya felé. Én kezdeném ott, hogy még középiskolás koromban én rengeteget rajzoltam, nagyon szerettem volna a művészeti suliba járni. Hát nem így alakult, a húgom tanult hegedülni, én meg a bolyába jártam, reál osztályba. Édesapám eldöntött, hogy mérnök leszek, vagy jogász maximum. Na, ehhez képest nem sikerült az első felvételim, akkor egy nagy-nagy álmom volt, hogy erdészmérnök legyek. De hát abban az időben, ezzel a névvel és az a 40 helyjel, ami létezett Brassóban, hát esélyem nem volt. Nyilván keményen tanultam, de hát az nem volt elég. És mivel nem sikerült az első felvételim az egyetemre, nyilván elvittek katonának, akkor hosszú katonaság. Igazából akkor nőttem fel. Mert addig az ember azért ugye családon belül védve van. Nagyon sok mindentől. De hát lekerültem Olténjába a bányavidékre, úgyhogy ott aztán kőkemény volt. Három hónap, először a nyugati Kárpátokban 3 hónapig hegyivadász voltam, azután meg ilyen munkaszolgálatos katona, nem tudom milyen megfontolásból. Na, de a lényeg az, hogy azt végig toltam. 89. januárban szereltem le, és akkor nyilván megint azon gondolkoztam, hogy kellene valami egyetemet végezni. És hát az erdészmérnökiről akkor már lemondtam, és hogy nem úgy adódott, hogy nagyon kezdett érdekelni a rendezés. De hát nem indult rendezői osztály, úgymond a színén. Hát mit csináljak, elkezdtem dolgozni. Végül is elég hosszú idő telt el, hát már mint az akkori magamhoz képest 2,5 évig a Zeneszerzők Szövetségénél inspektor voltam. Hát ugye elég durván hangzik ez, hogy elég komolyan. Hát nem volt olyan komoly munka, de mégis szerettem emberekkel kellett foglalkozni, úgyhogy. És 92-ben jött egy ilyen, nem is tudom, hát a haveri kör, a haveraim, mindenki eldöntötte, hogy menjünk ki Kanadába fát vágni. Tehát ez akkor egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, nagyon kalandosnak tűnt. A lényeg az, hogy Budapesten leakadtunk. Aztán körülbelül egy évet, hát mindenféle alkalmi munkákból éltünk. Hárma voltunk. A lényeg az, hogy 91 volt, nem tudom, most már az éveket keverem. A lényeg az, hogy megtudtam körülbelül márciusban, hogy indítanak osztályt a főiskolán rendezői szakra. Márciusban tudtam meg, és május végén volt a felvételi. Márciusban tudtam meg valakinek köszönhetőleg, nem mondom el, mert még azóta is gyűlölöm emiatt. Nem tudtam felkészülni annyira. Tehát a gyakorlati vizsgákon túlmentem, és ezzel együtt úgy meg voltam győződve, hogy be vagyok jutva. De hát az írásban én igazából azt a drámát, amit húztam, el se olvastam. Tehát el tudjátok képzelni, miket tudtam írni erről. Na, hát ott próbálkozik az ember. És nagy bánatomra nem sikerült. Igaz, akik akkor bejutottak, egyik sincs a pályán, de ez engem nem vigasztalt. Se akkor, se most. És hogy nem, úgy adódott, hogy abban az időben még az idősebb Kovács Levente még járt kocsmázni, és ugyanabban a kocsmában jártunk, és megkérdeztem, hogy túl nagy pimasság lenne, hogyha én mondjuk jövőre színire felvételiznék, mivel tudtam, hogy megint 4 évig nem lesz rendezői osztály indítva. És azt mondta, hogy nem annyira pimasság, és hát végül is készülgessek, és menjek el. És hát persze. Készültem, ahogy én gondoltam, meg képzeltem. De hát végül is az utolsó időszakban a Solott Lejelnek a
úgymond a véleményét kértem ki, meg a tanácsait. Az elég sokat segített. Tehát végül is kiúztam a repertoáromból alatt ilyen kétsoros verseket, meg ilyesmi, ami nekem akkor nagyon viccesnek tűnt, de most már tudom, hogy nem volt az. És hát végül is a fiúk közül a harmadiknak bejutottam. És most már 22 éve színész vagyok. Ennek kellene tegyük, ugye? Kicsit, mert nem hallatszik. Halkabban beszélek, vagy? Hallatszik, csak nem hozzáír. Mi nem oda teszed? Akkor nem ér hozzá semmilyen. Csak állítsd majd be a hangot. Na, igazából ennyi. Úgyhogy egy véletlen baleset folytán lettem színész. Igazából nem bántam meg, mert... el kell teljen egy olyan 3 év, ameddig már nem, se nem munka, se nem kínlódás volt ez az egész, hanem játék. És ez nagyon fontos. Én valahol itt keresem a lényegét az egésznek. Persze mindig meg kell küzdeni, azért nem könnyű, meg nem mindig van az ember rompaszba, hogy egyből rátalál arra a hangra, amit szeretne, vagy amit a rendező szeretne, de ameddig megviseli az embert ez az egész színháznak nevezett akármi, az nem jó, én nem tartom az helyesnek. Tehát amikor játékként tudom felfogni, akkor az valószínű, hogy közelebb áll ahhoz a fajta igazsághoz, amiben én akarok hinni, vagy hiszek. De hát ez mindig változik, tehát minden egyes évad kezdetén úgy érzem, mint ha most kezdtem megint a pályát. Tehát ez nagyon furcsa, ennyi év után is, de nem tudom, hogyha nincs az emberbe kételkedés, akkor szerintem eredmény sincs. Én így látom. Attól ezzel együtt még rengeteg hibát elkövetek folyamatosan. És hát úgy rövide fogjam, ritkán vagyok megelégedve magammal, de ezt elég jól tudom álcázni most már. És ez a rendezés dolog, ez nálad még visszatér néha, még szeretnél? Ja, volt. Bátsz néha volt. Utána? Igen. Nem tudom. Az a helyzet, hogy hiába színezem, nagyon sokszor lefautoltak. Tehát ezt el kell mondjam, nem tudom, majd az is, akit érint, az lehet, hogy meg lesz a véleménye erről, de az egy kicsit fájt, mikor kezdőszínészként, nyilván akkor pont klasszikus játszottuk, Kőszívű ember fiai, vagy nem tudom mi. Egyik kollégámmal csináltunk egy mozgás előadást, hát mondom 20 évvel ezelőtt, tehát akkor 80 kilós voltam. És egymást emelgettük. Na de teljesen programon kívül csináltunk egy olyan mozgás előadást, amit meghívtak a Nemzetközi Mozgásszínház Fesztiválra. Az akkori társulat, tehát nem tudom, a Szatmári társulat életében addig ilyesmi nem volt. És nem úgy támogatták volna ezt az előadást, hanem még akadályoztak is. Tehát alig-alig tudtunk kijutni. Akkor szerencsénk volt, hogy csak Budapestig kellett menjünk. De akkor kezdőszínészként az nekünk egy nagyon nagy elégtétel volt. Tehát szöveg nélkül egy órás előadást állítottunk elő. Sebestyén Navárról csináltuk ezt. És akkor éreztem először, hogy mindenkinek tetszik az, hogyha valami más csinálunk, és főleg azt, hogyha valami sikeres. Tehát akkor szembesülni, durva volt ezzel szembesülni. Tehát ilyenkor az emberből egy kicsit úgy meghal ez a fajta akarni vágyás. Tehát ugye kicsit úgy lestoppolna. Itt Csíkban is volt, hogy párszor ajánlkoztam, hogy legalább egy mesét engedjen Miklós rendezni, hát nem jött össze. Nem tudom, milyen meg fontolásból. Biztos meg volt neki az oka. De aztán ugye elmaradt, mert igazából az van, hogy jelben mindig sokat játszottam, tehát én annyira meg tudtam becsülni azt a szabadidőmet, hogy igazából akkor nem azon gondolkoztam, hogy na még egy előadást pluszba csináljak, vagy kiagyaljak. Tehát voltak olyan időszakok, hogy majdnem mindenbe összeszámolom, nem tudom, most már 80-100 szerepen túl vagyok. Jó, mondjuk 22 év alatt ez nem van nehéz, de összehasonlítva a többi kollégáimmal, tisztelt a kivételnek,
Én nagyon sokat játszottam, tehát én ilyen szempontból el voltam kényeztetve. Vagy szerencsés időben voltam, szerencsés társulatnál, de mindig sokat dolgoztam. Igen, itt a Kertésnél, hogy majdnem két színház alapításnál vagyott igazából. Igen. Mert az Udvarhelyi és a Csíkszereda is igazából két évet voltál Udvarhelyen, pont a kezdetben. Kettős felett. És aztán meg 2002-től, ha jól tudom, ugye? Igen, 2002-től, 16. éve, Istenem. De milyen volt a kezdet, akár mind a kettő igazából? Hát jó, bele kell számítani azt is, hogy Szatmárról nem azért jöttem el, mert ott nekem nem volt jó, vagy nem voltam, sőt, nagyon jól éreztem ott magam abban a társulatban, ott sokat is tanultam, ott még voltak ilyen a nagy színészek, az idős generáció, akikre akkor mi legalábbis felnéztünk. Ma már nem divat ez. Nekem nem fog ez hiányozni, de ők például én szerintem olyan egyéniségek voltak, akiktől mindig tanultunk. Tehát akaratlanul is. Most így utólag vissza gondolva közhelyesnek tűnik, meg hallatszik az, hogy igazából lopni kell ezt a dolgot, ezt az egész színészetnek nevezett mesterséget. De mai napig is sokszor vissza gondolok arra, hogy figyeltük őket, nem tudom. Volt, amit nem jól csináltak ők se. De hogyha csak felét is jól csinálták, és azt el tudtuk lopni, akkor már nagyot nyertünk. Tehát mi úgy láttuk ezt, így gondolom én ezt. Néha amúgy én is hiányolom ezt a mester kultuszt, ami eltűnt a színházból. Mert a kultus tűnt el, az érdeklődés tűnt el. Az érdeklődés, csak ugyanúgy vele közben eltűnt az alázat is. Igen. De nézd ide, ugye az alázat, hát jó, most ez jó szó. Alázat, ez nagyon sok irányból meg lehet közelíteni. Mert az a fajta alázat, ami alárendeltséghez vezet, az nem visz semmire. A szakma iránti alázat, és igazából nagyon le lehet szűkíteni, hogyha a munkádat megbecsülöd, akkor benned van az alázat. És akkor azzal együtt kezded tisztelni azokat is, akikkel dolgozol, és hogyha elfelejted, hogy mi a fő cél, akkor ez a dolog megszűnik, és akkor jönnek a bajok. Már egyből jönnek, és egyből. Ja, visszatérve a színház alapításra, hát én nem akartam Udvarhelyen színházat alapítani, vagy ilyesmi, de akkor így alakult, hogy a volt feleségem akkor még egyetemista volt, és Szatmárról Vásárhelyt megközelíteni át az elég húzós volt. Nyilván akkor még nem volt autóm, de nagyon hosszas volt vonaton, és Vásárhely Udvarhely azért mégiscsak 100 kilométer, azért az áthidalhatóbb, de akkor egy olyan rendező volt, akkor az igazgató lett az igazgató Udvarhelyen, akit én ismertem, és anyagilag is jobban megérte, nyitás is volt Magyarország fele, de mi ott laktunk a színházban effektív. Az első két évben majdnem az volt, hogy az első évadban 11 bemutató, ezt aki színházban dolgozik, az pontosan tudja, hogy ez borzasztó sok. Tehát nyilván nem lehet mindegyik jó, de 5-6 sikerült nagyon, úgyhogy volt elégtétel. A második évadok talán 8-9, tehát eszméletlen. Tehát nem is tudom. De akkor ezt élveztük. És még 3 magyarországi turné is ez benne. De jó volt. Aztán végül is ottan elromlott valami nagyon alapvetően, amivel én nem tudtam egyetérteni. Egy fél évig fennéltem, egy félig kész hétvégi házban fenn a Hargita túlsó felé Nivóba. Hát mindenféle furcsaságot csináltam. Festettem, alkoholizáltam. Igazából természettel úgy megpróbáltam harmóniában élni. Akkor megtehettem, volt valami megtakarított pénzem. De a lényeg az, hogy rá egy olyan fél évre már nagyon kezdett hiányozni a színház, amit nem gondoltam volna. Tehát igazából nem is maga úgy, mint a színház, hanem a játék. Tegnap gondolkoztam azon, hogy mit is meséljek, vagy mit mondjak, mit mondhatnék én. De tegnapi előadás alatt éreztem, hogy jól esik ez nekem, hogy játszhatom. Volt visszajelzés is, és
nem csak nekem, láttam a kollégáknak is. És igazából ezért csináljuk, szerintem. Az, ami ezt megelőzi, a nehézségek, a mindenféle konfliktus, meg ilyesmi, ilyenkor ugye eltörpül. És ahogy telnek az évek, egyre kevésbé látom fontosnak ezeknek a konfliktusoknak a mindenáron való megoldását. Tehát ezek úgy szépen elmúlnak, elfelejtődnek, és az örök haragok, meg minden. Szoktál így konfrontálódni? Így most így a konfliktusból építem, hogy mennyire jellemző rád ez a dolog? Főleg az utóbbi 8-10 évben nem hiszem, hogy nagyon konfrontálódtam volna. Valamikor nekem is elfogy a cérnám, de hát valószínűleg ez azzal jár, hogy az ember megöregszik, vagy mit tudom, eltelnek az évek, vagy tapasztaltabb lesz. Nem azt, hogy megértőbb, mert nem vagyok, egyre kevésbé vagyok megértő. Csak tudom azt, hogy nem éri meg. Egyszerűen magamnak sem, meg amúgy is ilyen elég magányos farkas típus vagyok, úgyhogy. Meg az utóbbi 4 évben azért átíródott az életem teljesen. Tehát a fontossági sorrendek valamilyen szinten megváltoztak, hogy nem színészileg, hanem emberileg. Nem tudom, hogy másra tartozik-e, de hogy egyedül nevelem, most 4 éves a lányom, 4 éves is valamennyi, és hát ez a szerep eddig a legnehezebb, amit játszottam. És főleg azt, hogy itt ezt nem lehet eljátszani, csak úgy, hogy félvárról. És hát nagyon megpróbálok megfelelni, meg néha muszáj megfelelni, de elég jó bírom. Tehát, igen, rá is akartam kérdezni, hogy milyen egyedülálló apaként színházat csinálni és gyereket nevelni. Néha rossz. Most már annyira okos, hogy meg tudom beszélni vele. Az elején rendesen tehát haragudott rám, mert elmentem dolgozni, és nem vele foglalkoztam. Tehát előadásokra gondolok főleg, mert most már jár óviba, úgyhogy délelőtt ez meg van oldva. És most már úgy tudja, hogy ez hozzátartozik az élethez, és most már nincsenek ilyen bajok, nincsenek, hála Istennek. De az elején rendesen meg volt rám sértődve. És na, meg kell mindig békítsen. De ez a szerencsé, hogy ő is most annyira kinyílt az agya, a szemecskéje, a lelke, hogy most ezeket érti, hála Istennek. Festesz még? Hát az utóbbi időben hát 1/10 festem, amennyit festettem, mennyiségileg. Persze másokon is dolgozom, én azért közben gondolkodom. Most már elmúlt ez a pelenkázós időszak, úgyhogy nem csak akkor, de folyamatosan mindig agyalok én valamin színházon kívül. Most egy kicsit úgy lazább, hála Istennek, mert tudok a gyerekkel foglalkozni. De nem gondoltam volna, hogy eljutok oda, hogy örülök, hogyha kevesebbet kell dolgozok a színházban. Hát ez ilyen időszaknak. Úgyis nem sokára már iskolás lesz, akkor már megint megváltozik a dolog, akkor meg alig fogom látni, akkor meg az lesz rossz nekem, úgyhogy na, mindegy. Nem is akarok erre még gondolni. Ja, és az egyedülálló apaságra rákérdeztél. Hát nem tudom, mindenki gondolja bele, mindenki másképp éli ezt meg szerintem. Nekem a legborzasztóbb pillanat az volt, amikor hát alig 5 hetes volt, mikor ott maradtam a kiskölyökkel, legalábbis először, amikor kimondottan csak rám számíthatott. Akkor egy kicsit megijedtem, hogy ez hogy lesz, de úgy néz ki, az élet adja, és én nem hiszek abba, hogy vannak ilyen törzsgyökeres anyaszerepek, apaszerepek. Itt szeretetről van szó, és odafigyelésről. És hogyha ezt úgy megadod, akkor a napon hozadéka is van, látszatja. Eddig még nem panaszkodtak nagyon rá az oviba se, úgyhogy valamit nem csináltam rosszul. Az évek során változott az, ahogyan egy szerephez hozzányúlsz, ahogyan megközelíted azt? Igen, változott, mert az elején nagyon
még akár szótagokon is vitatkozni tudtunk órákig. És nyilván ez rutinból is fakad, meg miután már játszasz 10 operettet, akkor már van nagyon sok újat, még a rendező se tud mondani. Mert körülbelül tudod, hogy milyen műfajban, körülbelül hogyan kellene. Persze a kortárs darabokban ez minden felborul, ez úgy látom, hogy azt egy kicsit néha másképp kell játszani, de a gyökere, azt észrevettem, hogy mikor kezdünk kamuzni, mikor úgy játszunk, mintha, vagy úgy csinálunk, mintha, hogyha bármilyen szöveg mögött az érzések nem valósak, akkor az így is úgy is látszik, és hamis. Én annyira mondom, az örök kételkedés megvan, biztos lehetne egy csomó mindent jobban csinálni, de az, hogy a rutin az ad egy, ne felejtsük el, mi rengeteget tájoltunk, tehát rengeteg tájelőadást játszottunk olyan körülmények között, nem is akarom elmesélni, de hogy nagyon sok színházban a színészek ritkán, vagy keveset játszanak ilyen változó helyszíneken, vidéken. De nem lebecsmérlően mondom ezt, hogy vidéken, csak igazából az van, hogy fel akkora színpadon, fel annyi díszlet fér bele, nem férünk el, sokszor nem fértünk el, de azért lejátszottuk szerintem elég lelkesen, és volt, amikor még többet kaptunk mi vissza a közönségtől egy-egy ilyen helyen, mint itthon az úgymond ideális körülmények között. Tehát ez is, de sokat számít, mert ad egy olyan rutint az embernek, ami most már nem félek, bármilyen szerep is legyen. Tehát, hogy igyekszem jobban megcsinálni a legjobb tudásom szerint, mert mindenki azt hiszi, hogy meg tudja csinálni a tudásához mérten jobban. Nem. Mindenki a saját tudásához mérten tudja megcsinálni bármilyen szerepét. Én ezt így látom. Nagyon pozitívnak tartom azt, hogy veled kapcsolatosan, és soha nem láttam benned így csalódást a színházzal kapcsolatosan. Akármikor beszélgettünk, mindig ugyanazzal a fajta lelkesedéssel tudtál beszélni színházról. Legyen az pozitív vagy negatív, ami nekem ez egy nagyon pozitív kicsengésű dolog, mert néha itt ugye említed a rutint, de hogy én szeretném hozzáfűzni azt, hogy nálad nem látom érvényesnek a rutinnak a negatív konnotációját. Ja, igen. Nagyon azért mai napig is dolgozom rajta, nem mindig sikerül, de szerintem a legnagyobb veszély, ami fenyegeti egy színészt, hogy beskatujázzák. És ez azt jelenti, hogy ugyan a feladatokat kap, és egy idő után abba úgyis belebukik, mert az ember ekkorák vagyunk, mindenki be van lőve, fizikai méretekkel, értelmi képességekkel, ezt nagyon kevesen szeretik hallani, de ez így van. És azon belül, hogyha egy irányba tesznek egy sínre, akkor előbb-utóbb ismétled magadat. Nagyon kevés nagy színésznek sikerült ezt, hogy ugyanúgy eladni magát, ugyanakként, mit tudom, 20-30-szor. És akkor ezen én dolgozgatom, hogy mindig más legyek, kicsit inkább, még azt is vállalom, hogy akár hülyének is tűnjek, de hogy legyen mindig valami más, vagy néha úgy kísérletezem, nem mindig sikerül, de legalább próbálkozom. És a másik veszélynek, vagy a legveszélyesebb dolognak a színházzal kapcsolatban azt tartom, mikor érdektelenségbe fullad. Tehát, hogy nem érdekel. De hogyha a szakmád nem érdekel, akkor mi? Erről az jut eszem, egyik volt osztálytársam mondta 20 év után, hogy szerencsés vagyok. Mondom, én, mert amúgy nem tartom annak magam, de azt mondta, hogy azért, mert te szereted azt, amit csinálsz. És utólag gondoltam benne, hogy tényleg nagyon sok ember van, aki kénytelen csinálni valamit, bármilyen szakmát, úgy, hogy nem szereti. Tehát ilyen szempontból kiváltságosak vagyunk. Én úgy gondolom. Persze, hogy sok lemondása áldozattal sokszor az ember gyorsabban öregszik. Én például azt vettem észre, hogy akaratlanul is a színház az úgy jobban kiégett. Sok szempontból.
Azért, mert ha érdekel, ha nem érdekel, akkor szép, sima maradsz végig, minden, minden megmarad. És ez látszik is. Tehát, amikor már nem érdekel, akkor az vége, akkor vége van. Tehát hogy ezt nem lehet csinálni úgy, hogy szerintem. Nem érdemes csinálni akkor.